Igen, hát igazából nem változtak a mindennapjaink az előző közel 2 évhez képest. Ahogy eddig, úgy most is ugye próbáltuk információt szerezni az ellenféről, felkészülni belőlük, a saját erősségeinket kiemelni, olyan mesztaktikát kitalálni, az övékét egy kicsit elnyomni és így eredményesek lenni. De ugyanígy készültünk az elmúlt 2 évben is, minden mérkőzésre, szóval ez nem változott, ugye mindennapjaink nem változtak. Nyilván egy kicsit nagyobb a felhajtás most ez a mérkőzés körül, viszont ez csak a kezdő sípszóig lesz így. Ahogy elkezdődik a meccs, igazából azt az ugyanolyan lesz, mint az előző 60-70 találkozó, amit eddig lejátszottunk. Mit tudtunk meg a Steaua-ról, milyen csapat fogad meg minket? Hát egy nagyon jó csapattal fogunk találkozni, ők játsszák az országos döntőt is, jó képességű a játékosaik vannak, főleg a középen, illetve a támadó sorban. Nagyon-nagyon hasonló stílusban játszanak, mint mi, tehát letámadnak, 4-3-3-ban próbálnak ők is építkezni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó meccs vár ránk. Anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnánk, mi az, amivel különösen készülnötök kellett esetleg ellenük? Hát igazából, ahogy az előbb is mondtam, hogy a saját játékunkat próbáljuk építeni, illetve azt, mert mi jók vagyunk, azt úgy továbbfejleszteni, vagy kiemelni. Ugyanúgy, hogy az elődöntőben sikeresek tudtunk lenni egy magas letámadás, illetve az ellenfél játékának tulajdonképpen megfojtásával, ezt fogjuk megpróbálni most is. Ez nyilván rengeteg futómennyiséggel, agresszivitás, csapategység is, aztán ebből építkezni, labdákat szerezni, támadást befejezni, és nyilvánvalóan gólokat szerezni. Játékosként milyen mérkőzésre számítotok? Hát nehéz mérkőzésre számítunk. Mindenki nagyon motivált, nagyon meg akarjuk nyerni ezt a meccset, idáig el akartunk jutni, és itt az esély, hogy még egy kupát nyerjük meg ebbe a szezonba. Az alapján, amiket az edzőitek bemutattak a Steaua-ról, milyen csapatnak látod? Szerintem erős csapat, ugye 2 játékos, 3-at ismerek a válogatottból is, elég technikásabb, agresszívek, nagy játékosok, szerintem egy jó mérkőzés lesz. Gondolom, hogy az öltözői hangulattal nincs gond, elszántak vagytok. Hogy készültök lelkileg? Mindenki nagyon várja ezt a meccset. Ahogy mondtam, nagyon motiváltak vagyunk, hogy behozzuk ezt a meccset, és a kupával jöjjünk haza. De a hangulat az nagyon jó, mindenki nagyon várja ezt a meccset. És csak a győzelmet tudjátok elfogadni, gondolom. Igen, csak a győzelmet. Sok sikert kívánok! Köszönjük!